Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. Szeretettel köszöntünk mindenkit, szervusztok! Ez a 191. adásunk, és a mai műsorunkban Erzsó lesz a vendég. Hát szervusz, köszöntünk itt ismét! Szia, sziasztok! És nincsen impulzus Podcast, Dév nélkül, téged is üdvözöllek, szia! Sziasztok! Hát aki eddig kihagyta volna az előző 190 adásunkat, minden héten megnézünk egy Star Trek epizódot. A mai részünk az a Sherlock Holmes legnagyobb kalandja, ugye az új nemzedéknek a második évadából, ez már a harmadik része. De hírblokkot is szoktunk ám tartani, és hát most arról lesz szó, hogy van egy dokumentumfilm sorozat, most kezdődött el, The Center Seat. Erről beszéltünk már pár adással korábban, talán még többször is, és hát most meg tudtuk tekinteni itt a, az első részét, ami elég tartalmasra és elég sűrűre sikeredett. Ugye itt a előző évszázad közepén Gene Roddenberry-nek azt tanácsolták, hogy hát a tévében nem kell nagyon elgondolkodtató dolgokat produkálni, és ő erre azt mondta, hogy hát, de azért mégiscsak megpróbálná. A szkifi keretein belül talán sikerül úgy becsempészni az elgondolkodtató motivumokat, hogy ne vegyék észre a tévés szakemberek, de a nézők azért megkapják a, a maguk adagját. De természetesen itt az eredeti sorozattal kapcsolatban, az egész keletkezését feltárják egészen Lucille Boltól és a Desilu stúdiótól kezdődően. Kihagyhatatlan természetesen a Harlan Ellison balhé. Ugye itt van a Diforest Kelly-nek a castingolása, aki mindig rossz fiút játszott a Westernekben, úgyhogy egy ilyen Kennedy frizurát kellett neki csinálni, hogy a producerek elfogadják őt. Szóval rengeteg dolog van benne. Úgy tudom, hogy nektek is sikerült ezt megnézni mit szóltok ehhez a remek dokumentumfilmhez? Hát nekem az első hogy elítetted a Lüszét, ugye én erről még korábban nem hallottam, és nem tudom, de nekem az volt az érzésem, hogy biztos az én készülékemben lehet a hiba, hogy ugye az van a felmérés szerint, ugye, hogy a minden idők legjobb szitkomjának választották, és ez, a, ez a nem értem, hogy miért. Hát lehet, hogy, a, lehet, hogy egy másik generáció vagyok. Ezt vagy Hát ami részleteket vannak, mert én soha nem, hát, nem láttam ezt. Hát ugye, mert dokumentumfilmben voltak részletek, és akkor így erősen, tehát ugye ez a fajta humor hát eleve... Ez ott nagyon rövidek. Igen, tehát ez de ilyen volt az is, hogy tehát tőlem nagyon távol áll az efféle humor, meg ugye utána így olvastam, hogy tehát ez így, ne, ne, tehát biztos nem van a hiba, hogy én nem értem, hogy hogy lehetett egy ilyen film ennyire sikeres, de tehát nem tudom, tehát nekem ez többenetes volt, hogy mennyire, tényleg ugye, amikor számokat mutatják, hogy mennyi pénzt kasszáltak vele, meg minden, és akkor ez a, de miért? Tehát ez hihetetlen. Hát, Tehát... lehet, hogy akkoriban Igen, ez, tudom, ez biztos, máshogy... azért mondtam, hogy valószínűleg hogy az én készülékemben lehet a hiba. Tehát ez a Lost in Space, az másik kategória volt szintén, ugye, ami... <laughs> Tehát így nézte az ember, mert jó, hogy hozzá Nagy zöldségek ha... táncolnak a képernyőn. Igen, hogy a korai szifik egy kicsit másabbak. De, de hát azért ez azért az eredeti sorozatban is sokszor Mai szemmel furcsán sül el a humor ott is. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen korszakos probléma lehet. Hát igen, mondjuk a triblik kapcsán ugye volt ez, ugye, hogy amikor ugye volt is ilyen nyilatkozat, hogy nem akarta a emberi, hogy egy ilyen második Lost in Space kezdjenek el csinálni. David volt a elkövető igen, itt az epizódnak. Pedig azt szerintem az még éppen megállnálom belefértek azok a triblik, tehát nem volt valók is semmi van, tehát ugye a cukiságfaktorban talán még nem annyira nem volt, de, de mondom, hogy nekem ez volt, hogy ugye az ötvenségek annyira másabb volt, és tudjuk jó, hogy furák ezek a korai szifik, de, de meg az korai filmek, de mondom, hogy valószínű, hogy akkor be nem lehetett egy bát, akkoriban lehet, hogy nem néztem volna annyi tévét. A, a Lucy nem fogta meg az én lelki erősen, tehát. Úgyhogy utána nekem felüdülés lett volna utána, amikor végre valami értelmeset is lehetett volna nézni, nem csak ilyen bohóckodást és ilyen tortadobálást, meg ilyen tényleg ilyen elég le, leegyszerűsített humor, tehát ami ilyen helyzet komikum csak, ami nekem minden csak nem vicces, de nálam Benny Hill vicces, ami, ami Szintén lehet, hogy valószínűleg mondom, hogy másképp vagyok, tehát kóród. Ha megdobodak minket egy tortával, most a Igen, de hogyha ezt Rajta, szeretjük a tortát. Igen, azt nem ismerem mondani, hogy a Terence-t se szeretem, tehát ezek után, tehát a Bastlanszer filmek tehát ugye ha választani lehet, akkor már inkább a gyaloggalop, és akkor az oké. De hát ezt mondom, hogy ez mindig ugye ízlések és pofonok másak, úgyhogy ez csak szerintem azért. Na, lehet. de Star Trek vonatkozásban mi az, ami megfogott? Na, hát ugye a korai, tehát engem azt tetszett, tehát ezek a, hogy a Kennedy frizurára szintén én is emlékszek, meg ugye érdekes volt ugye, hogy ez a körknek hogy alakult a neve, hogy milyen vicces neve lett volna először, tehát ugye most már a, Nek teljesen természetes, ugye, hogy körtnek hívek, de ugye, hogy hogyan alkult meg. Ugye az első részt, hogy ahogy ugye, a, ugye, Christopher Pike-ot, ugye, hogy hogy Tehát ugye pedig az se volt szerintem annyira rossz rész, tehát így ma is szemben visszanézve, tehát az is egészen jó résznek sikerült, csak ugye végül is utólag sokkal jobb választás volt Shatner meg a többiek. Tehát mégis, tehát az egy ilyen Ügyisek, ét, hogy is egy étvágygerjesztőnek jó volt, hogy ilyen lehet, de ugye a végén tényleg szerintem sikerült mindenkit megtalálni ugye a maga helyén, akik így jöttek. Aki így nem látni. tudja, hogy miről van szó, itt a The Cage-nek az elkaszállása a téma. Hogyha már úgy kezdtem a műsort, hogy itt a esetleges új hallgatókhoz szólok, a The Cage-et csúnyán elkaszálták, azt mondta a stúdió, hogy hát ez túl elgondolkodtató lesz a nézőknek, több akció kéne és ezt a Where No Man Has Gone Before-ba bele is tették, van ott bunyó, egy kicsit izgalmasabb, kicsit meg is vágták a költségvetést, de bejött, mert erre ráharapott a vezetőség, és tulajdonképpen mehetett a Star Trek a maga útján. De végül is nem ez lett az első epizód, hanem a The Man Trap, amit először bemutattak, és azt látták a tévében a, a hát akkori amerikaiak, aztán később mások is. Igen, ja, tehát így jó volt így a hogy végül is hogyan kerültek arra a pozícióra, az, hogy az ismert sertők, tehát hogy találták meg a kapitányt, tehát orvost, ugye hogyan került bele uhura. Tehát ugye ez, amit már korábban beszéltünk a Woman in motion tehát ugye ez már részletesen ki van fejtve, ugye, hogy Nisel Nikosz hogyan került be a sorozatba, meg ugye, hogy Leonard Nimo is, tehát ugye ezt így jó így látni, meg ugye, hogy hogyan castingolták őket is így végig. Tehát így röviden, többre, mert ugye, ugye nem olyan hosszú van az egész ö, film, de ugye mindenkire jut egy kicsi idő belőle. Hát úgy kasztingolták őket, ahogy régen kasztingoltak, hogy kikinek volt ismerős ezekből a, például a, ez a Lieutenant című sorozat is. Tehát így gyakorlatilag mindenki, majd, hogy nem mindenki szerepelt benne, tehát volt egy referencia, és hát ez valamennyire meg is felelt Rodemberi azon a elképzelésnek, hogy egy, egy Western az űrben, tehát csak nem lovakkal, hanem űrhajókkal, nem pisztolyal, hanem energiafegyverekkel. És viszont ugye ez a Cage című első epizód pont emiatt lett tehát visszautasítva, mert túl hát intellektuális volt, túl absztrakt, mégsem lett annyira űrveszternes. És aztán ugye hát csodák csodája, egy másik pályadatot is fizetett a, a, az NBC. Ugye itt a Desilu nagyon érdekes, mert én, hát én például most tudtam meg, hogy ugye a, miért Desi és Lu. Hát ugye Lucy és Dezi Arnaz, vagy a kubai férje, tehát gyakorlatilag viszont a vállások, vagy a szétvállások után a Lucille, Lucille lett a, stúdió. az első üzletasszonyt láthattuk benne. Ez remélem, ez egy téged is inspirált, Erzsó, hogy a, a Star Trek önmagában nyilván nem a pénzvilágáról szól, viszont egy pénzes hölgy, aki jó helyre tette a pénzét, és kitartott amellett, hogy ezt a koncepciót megvalósítsák. Aztán még a, hát nem az RKO, hanem a desiru a vezető tanácsa se akarta, hogy, ezt a, hogy ennyi pénzt beletegyenek, aztán hogy megfelezték a költségeket, hogy a mm, NBC meg a Desiru, tehát a, a megbízó meg a stúdió együtt állja ezt. Egyébként még ma is van ilyen modell, Netflixes ilyen vegyes sorozatok is, például a discovery is ugyanez volt, a Netflix is állt a költségeket, meg a CBS is. Tehát hogy érdekesek ezek, ezek, a megosztott költségmodellek. De hát köszönhetően útnak indult körkapitány, és hát érdekes volt például a hölgyek helyzete, hogy ugye választani kellett kvázi emberinek, hogy megmarad-e number one, ugye akit Major Barrett, akkor még Major Barrett alakított, vagy pedig ugye Miss Spock marad meg, Uh, és hát Misses Spockra ez hogy a választás, de hát Major Barrett visszakerült más uh, szerepekben és uh, karakterben a, az enterprise és tényleg ez a nagyon merész választás, hogy egy, uh, nem csak egy hölgy, egy színesbőrű hölgy, egyébként már az is, hogy egy, a kécsben, az első pályadban egy, uh, tehát gyakorlatilag kvázi ugye a tenger alatt járókat, de mindenképpen az amerikai hadi uh, szervezetnek egy, egy uh, egy járművén az első tiszt az egy nő. És, de mindenképp ugye nem maradt ott a number one, tehát major barát, de viszont ott maradt ugye Uhura, aki egy fontos tiszti pozíciót tölt be színesbőrű hölgyként, és egyre fontosabb szerepe lett ugye a csak hídon való jelenlétből, azért egy erős, tehát egy karakt, női karakter lett valóban, és hát aztán, amit már itt említettél, ez tényleg az a Woman in Motion dokumentumfilmben is nagyon jól rögzítik azt, hogy milyen erőteljesen közreműködött ő a valós életben, hogy, hogy tényleg nők, afroamerikai nők bekerüljenek, tehát a társadalom minden részéből kerülhessenek be az amerikai űrprogram különböző részeibe. És még ami érdekes volt, hogy a blue screen, ugye, ami szintén megkülönböztette a kicsit, hát mai szemmel tényleg hamar elavuló, meg gagyik, káválnak válnak azok a szikik, ahol nem használtak blue screen-t, lásd a Lost in Space, hát nem csak a beszélő sárgarépa miatt, hanem azért is, mert ugye ez a blue screen, ez itt tíz évvel megelőzte azt a technológiát, amit később ugye a, a Star Wars-ban használnak, vagy a Dark Extra Vision ben és még megelőzte az űröd is, ahol ugye ott ugye nem is tudom, hogy álló űrhajó volt, és a háttérek mozgatták, itt például a csillagok is már mozogtak a Star tehát nagyszerű újítások voltak, amivel tényleg kirépett az ember az űrbe kvázi. És a, ugyan a szereplőkre lehet mondani, hogy az első olyan hát korlátokat vetközték le a televízióban, és itt Rodembernek például ezek a riportja nagyon tetszettek, hogy ott személyesen ott megszólal, színesben látjuk, és hogy például egy japán származású tiszt kerül oda. És 20 éve vagyunk még az első világháború után, és amerikai közönségnek szól a, szátra, Tehát itt nagyon merész lépések vannak minden tekintetben, társadalomilag is, és nem is beszélve, hogy történetek szempontjából. Úgy Jane is lehetne beszélni, meg hát ugye Harlan ennison ugye lehet említeni, de hát ugye a fi a, a színe java úgymond össze hogy ez egy, ez az első science fiction ontológia, ami, ami időtálló és hát nagyon szeretjük a látványvilágát. Erről szerintem nem kell többet mondani, mert mind hárman így vagyunk vele. Na hát, Center Seat dokumentumfilm első része. Magyar forgalmazóról nem tudok egyelőre, de aki nagyon belenéz az internetnek a mély bugyraiba, minden bizonyjal meg fogja találni angolul, úgyhogy kell hozzá a nyelvtudás, de akinek megvan, annak mindenképpen érdemes ezt megtekintenie. Aki érdeklődik a tényleg a Star Treknek a, részletes keletkezés történetéről, mert azért elég sok információt elég hatékonyan foglaltak össze. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon hasznos program. Na de, az Impulzus csatornán egy új tartalom indult el tegnap, ezt már a hallgatók megtalálhatták. Planetology.hu szerkesztői beszélgetnek, ez is a címe, hogy Planetology beszélgetések az első adásban egy hiánypótló téma, a Plutó. Hát mi a helyzet a Plutóval? Mit tudunk róla? Most ez bolygó, nem bolygó, kis nagybolygó? nagy bolygó, ez nekem is egy homályos terület volt, mert gyermekkorunkban az enciklopédiákban még talán teljes értékű tagjaként ott szerepelt a naprendszernek a, ez a Plutó, de hát most már nem ez a helyzet. És hát ez, nem akarok semmit elszpoilerezni, de de ez részletesen ki van tárgyalva. Igen, ugye ezt hoztuk fel pont emiatt, mert ugye a Plutó az ilyen tipikusan megosztó téma, tehát ugye a rákeresünk, ugye éppen az hogy kismillió mély van arról, amikor az ember szíve egy összefacsarodik, hogy szegény Plutót jóképp pattintották a naprendszerből, és hogy hogy lehetett ilyet tenni vele, meg ugye aki nagy döbbingben teóri rajongó szintén, ugye ezt tudjuk jól, hogy akkor Sheldon Coopernek is ez nagy fájdalma, hogy a Plutó most már nem nagy bolygó, hanem csak egy törpe bolygó de ö, érdemesnek érdemes utána jönni, tehát ugye a tudomány, meg az is, a, tudomány ez nem ilyen érzelmi dolgokon, hanem nem egyszerűen tények mögött, ami, amint ugye éppen ez ilyen körben van járva a műsor, hogy mi alapján igen, meg mi alapján nem, és ugye éppen csak tényleg ilyen pólókon viselhetjük a mintát, ugye az én gyerekkoromban még ugye kilenc bolygó volt, most már ugye csak, mert biztos ezt láthatok, de most már ugye csak nyolc bolygó van, meg ugye van, kedvencem, hogy a megnövök én is bolygó leszek, mondja a pólótó, de ö, Roppant érdekes ez a téma, meg ugye hát, ugye ezt behoztuk, ugye, hogy milyen egyéb hatásai vannak, meg ugye maga az egész, ugye, hogy egy roppant távoli objektumról beszélünk, és ugye, ugye ez sem mindegy, mert az, hogy a naprendszerünk hogy keletkezett meg, hogy végül is ez a honnan származunk és hogyan lettünk, abban sok segítséget nyújthatnak, ugye, hogy az ilyen távoli objektumokat is vagy feltérképezhessük, és nagyon jó felvételek vannak, tehát amit álltunk, tehát rákeresünk YouTube-on, most már ugye nem csak ilyen homályos pacákat látunk, és nem csak ezt a szív alakú foltocskát, amit ő szintén mindenkinek összefocsarodik a szíve és arról hogy szegényt hogy lehetett tényleg lefokozni, amikor ilyen cuki felszíni forma van rajta, de érdemes meghallgatni, mert tényleg azt hiszem, hogy sikerült elég jól körbejárnunk így a kollégákkal, Nándéval, meg Gergővel, hogy végül is mi ez az egész. Meg a műsorunknak is, tehát végül is ez lesz a tehát ilyen planetológiai témákat próbálunk ugye így röviden így megtárgyalni, tehát elsősorban ugye egy tudományos ismeretterjesztő szempontból, aztán majd meglátjuk, hogy hogy mint alakul a többi téma, hát most ezzel indítottunk, hogy Pluto Fop prezident, aztán majd folytatjuk tovább. Ennek volt valami oka? Azt megkérdezhetem, hogy a, a Pluto az most van valamilyen... Semmi, itt A... Tehát most az egyszerűen, hogy általában szoktunk arra... A New hogy... küldetés került többször is elő, vagy annak van igen, most valami ugye nem, semmi. új át... Azt hogy... hiszem, hogy ilyen konkrétumban most nem volt. Tehát pedig általában ugye szokott lenni, hogy vagy évforduló, vagy valami, de hát akkor ilyen alapon akkor elővehettük volna a Vénusz kutatásokat. Tehát akkor, akkor a Venyere programról kezdünk el beszélni, és arról tolunk le egy adást, de nem. Tehát ez most egy ilyen, tényleg egy olyan akartunk kezdeni, amilyen erős felütés, ami más, és mindenki, mindenki tudja, hogy miről van szó, mert ha mondjuk a akkor minden, tehát a Plutóról ugye általában mindenki beugrik, hogy ez bolygó vagy nem bolygó, és akkor ezzel lehet kezdeni csáncsonni, és miért, igen vagy miért nem. A lapos földetről már beszéltünk másodán, tehát úgyhogy akkor azért nem akartunk ilyesmiről. A vérholdról szintén volt Viszont Viszont az asztrológia előkerült, ezen csodálkoztam, hogy elég sok percet szántatok arra, hogy a Plutót bolygónak hívő, vagy még azt gondoló emberek és az asztrológia hívei, mert szerintem azért ezért mégis különböző, mert Csaba meg én, akik égésföldet vagy egyéb más ilyen lexikonokat ö, kaptak gyerekkorunkba karácsonyra, tehát ö, most lehet, hogy Csaba, nem tudom, hogy te azt mennyire szeretted ezt az enciklopédiát, de az úgy, úgy az emberben dragadt, tehát ugye kilenc bolygó, Plutó, és akkor ö, viszont nekem ebből a podcastból nagyon jól lejött, hogy igazából nem arról van szó, hogy a Plutó kisbolygóvá változott, hanem a, a definíciót ö, pontosították, és erre sor kell, hogy kerüljön, tehát nem lehet azt, tehát a, a, a tudomány az ilyen. Tehát itt nincs hogy megírsz egy fizika tankönyvet, és húsz év múlva olyan az kiadod. Vagyis már ezt nem lehet csinálni, mert sokkal gyorsabban fejlődik a tudománya felismerések, űr teleszkópok vannak, fent, szondák mennek, és egyre több szonda. Tehát a, a 60-as, 70-es évben lehet, már akkor sem biztos, hogy meg lehetett csinálni egy, egy fizika, vagy egy, egy komolyabb tankönyvet, vagy irodalmat úgy, hogy változatlan marad. A természettudományban nem. hogy te nagyon jól mondtad első végül is, ez volt nekem a kulcs hogy a dogma. Hát el kell kerülni ezt, hogy a, 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 szaktudományok, a természettudományok ilyen dogma kimondóvá, kimondóként működjenek. Mert a, a változnak a tudományok, a, a felismerések, hogy a definíciók. Itt végig is arról volt szó, hogy a nagybolygó definíció se volt úgymond 30-as években úgy definiálva, és éppen ezért lehetett a Plutó simán nagy bolygó közeg, már akkor sem az volt, már akkor is igazából kis bolygó kellett volna, hogy legyen, tehát úgymond egy ilyen kicsit tévvonalon mentek, kicsit ilyen pongyala volt ugye ez a besorolás. De ott volt az, az X bolygó, ugye a tizedik bolygó, amit keressünk, mert mikor jön már megint közel, vagy az exobolygók, és akkor vagy milyen egy fekete lyuk, hogy néz ki, és akkor az utóbbi években vannak ezek a nagy felismerések, amik hip-hop a sci-fi filmekben is megjelentek, és most már teljesen elfogott, hogy a fekete lyuk az nem egy konyhai tölcsére, vagy egy szűrőre hasonlít. Én azt hiszem, hogy ennek a műsornak nekem inkább az volt a veleje, hogy tényleg ez, hogy, hogy rácsodálkozunk, hogy nincsen fixálva, főleg a mikorunkban, az, hogy egy tudományos. Ág az, az kimond valamit, mert hip, fölfedezünk egy új részecskét, itt egy új bizonyíték, majd megcáfoljuk, vagy hú, ezt rosszul számoltuk. Nem is tudom, melyik mértékegységnél volt így, és nem merték megcáfolni a későbbi tudós kollégák, mert annyira nagynak tartották azt az illető, dr. Vince Miklós műsorában hallottam ezt, nem, nem emlékszem sajnos, melyik mértékegységről volt szó, de valami arról, amit etalonnak tekintettek évetig, és nem merték még mérésekkel sem, csak nagyon finoman ugye, elmenni az irányba, hogy ja, tényleg igazából ez lenne a pontos érték. Tehát itt ugye nézzük a naszifi nasz filmeket is közben, ugye így el, hogy is mondjam, tehát ezek a valós életből vettek tudományos felfedezések, például, hogy kik kaptak idén Nobel-díjat, ez így elrobog mellettünk, mert túlságosan nagyon sok bombasztikus dolog van, és a Pluto pont ilyen volt. Hát erre viszont mindenki fölfigyel, de ha van egy felbocsájtás most valahol, akkor azt igazából úgymond kevesen kísérik, szóval kell ilyen planetológiai beszélgetések, hajra Erzsó, nyomjátok, csináljátok, és, és a 30 perc évként nagyon jó időt tartam, tehát teljesen üde és friss maradt a, a, beszélgetés, tehát mint podcast hallgatónak ez tök kellemes volt. Tehát sajnos felnőtt emberként is azt mondom, hogy már 30 percen túl úgy fárad az ember, úgy általánosságban, tehát például a filmeknél is észreveszem veszem sorosztoknál, hogy 30 perc elég, minek, minek a 42 perc, tehát viszont itt jó volt, tehát tök jó az új formátum, tehát hajrá! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Gigantikus díszleteket építettek ehhez a történethez, egész london úgy tűnik, hogy a szemünk elé tárták. Nagyon sokba került, úgyhogy ennek az lett az ára, hogy a forgatás időtartamából levágtak egy napot. Ennek a rendező Rob Bowman nagyon nem örült, és hát neheztelt is az egész produkcióra, és tulajdonképpen azt a folyamatot is elindította, hogy a Rob Bowman elkezdett egy kicsit eltávolodni magától a Star Trek-től. Hát természetesen a Sherlock Holmes legnagyobb kalandja című epizódjáról beszélünk most. Erzsó és Dév vannak velem szemben a mikrofonok mögött, én pedig Csaba vagyok. Megint egy öntudatra ébredés van itt. Ugye megfelelően a Star Trek bevezető szövegéhez. Itt egy új életforma keletkezik, de hát egy kicsit úgy érzem, hogy Pikárt kapitány ezt az új életformát nem biztos, hogy meg szeretné ismerni. Megelégszünk itt ennyivel, hogy végre elengedte annak a gőzgépnek a karját, és el tudjuk menteni őt egy megfelelő tárhelyre. De hát azért ez kicsit aggasztó. Tehát, hogyha itt Eszünkbe jutnak a voyager idők, majd amikor a holodokinak is ki kell vívnia, ugye, a saját jogait, meg ugye Détának már nem sokára itt van az az epizód, amikor a saját sorsa feletti rendelkezésről kell dönteni. Morjárti, vagy moráljárti? Majd ezt a, nem tudom, Dave megmondja nekünk a megfelelő kiejtésnek a módját. Ő egy kicsit, hát, megsínyli ezt a dolgot, de annyi hozománya lesz ennek a, az epizódnak, hogy azért ő később is elő fog kerülni, de csak a hatodik évadban. Ennek egyébként az az oka, hogy hát a Sherlock Holmes mint figura, mint karakter nem használható felszabadon, és ezt nem tudták egyébként a TNG-nek a készítői, úgyhogy megjelentek az örökösök és a jogtulajdonosok, és azt mondták, hogy hát itt be kéne fizetni valami pénzt, valami százalékot, hogyha már így felhasználtátok, és akkor a jövőben is kérnénk ezt a részesedést, hogyha szeretnétek folytatni ezt a történetet, és elindult egy ilyen jogi hercehúrca, ami négy éven keresztül tartott, és utána sikerült megállapodni, hogy végül is akkor a Moriarty az mehet, de addigra már a hatodik évadnál tartotta maga a sorozat. Na de, mit szóltok a holografikus öntudatra ébredt karaktereknek a jogaihoz. Ez pont érdekes, ez a mesterséges intelligencia, mint olyan kérdés, mert ugye már, hogyha a podcast felmerült korábban, Pilsz kapitány, nem tudom, hogy mennyire néztétek az előadatot, ugye fent van az összes neten, tehát megnézhető is az. Két részben is foglalkoznak a mesterséges intelligencia kérdésével, tehát van egyszer egy úgynevezett Termius nevű robot, aki még erősen hajaz el ezekbe a korai robotokhoz, mert egy ilyen, az tényleg ilyen pixeles egy ilyen oszlopos izé, tehát egy olyan, mint egy gyerekjáték, akinek is szintén van öntudata, még, mert olyan szinten, hogy, 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 hogy egy adott mozaélet ismételget állandóan, de őt még például könyörtelenül ki tudják kapcsolni, és nem is kicsit vacilálnak rajta, ugye, hogyha kicsapcsolják, akkor most megsemmisítenek-e egy értelmes lényt vagy nem. Tehát itt, itt, is felmerül már ez a mesterséges intelligencia kérdése. Később a legutóbbi részben, száz 125 órában viszont nagyon durván ö, jelen van ez a rész. Tehát ez, ez, majdnem, hogy az egész ez kimondottan erőször, amit ugye Détának is az állandó problémája, mert ott ugye nem tudod el nem tudják maga, hogy a pirx eldönteni, hogy ki a robot és ki az ember. Tehát annyira hasonló a kettő, és annyira egy a kettő. Tehát ott már nagyon komolyan megjelenik ez, hogy ők most tényleg ö, van-e az embernek joga, hogy most úgymond kikapcsolja őket, meg őket, vagy pedig ténylegesen élhetnek-e tovább. De ezzel a kérdéssel, tehát az, hogy mi ez a mesterséges intelligencia, mi, ez mi? érdemes belgondolni, ugye mi azt hiszük, hogy csak ugye ezek az ilyen android, ilyen humanoid típusú robotok azok, akik ugye mesterséges intelligenciával rendelkeznek, holott a fogalom maga, tehát az, hogy okos telefont használunk, az, hogy elektromos autót használunk, az, hogy számítógépet használunk, tehát az is a fogalmat, hogyha kieptoljuk a határait, akkor ezek is ugyanúgy beletartoznak, hiszen ezek ugye az eszközök képesek feladatokat megoldani. Ugye vannak olyan ugye, gépek, amik ezt a egyszerű feladatokat képesek, ugye, túlkombinálni. Ugye én nem vagyok mérnök, tehát ugye én nagyon nem vagyok ebbe benne, de van, aki mérnök is, ugye jobban érti ennek a. Kire működési, gondolsz? Nem tudom a működési mechanizmusát, és ugye az, hogy ugye új lépéseket képes tervezni, tehát az ilyen különböző szoftverfejlesztések, azok pont ugye erről szólnak, és ez is ugyanilyen mesterséges intelligenciát, tehát ezek az arszfelismerők, ugye, a telefonunknál is használunk. Tehát ez nem is gondolunk bele, hogy nem csak az ilyen embernek kinéző dolgok, lehetnek ilyen mesterséges intelligenciával rendelkezünk, hanem ezek. És például eszünkbe se jutna, hogy egy kicsit hogy hogyha kikapcsoljuk a mobiltelefonunkat, ugye, ami arcfelismeréssel rendelkezik, hogy szegénynek tönkretettük a lelki világát, és egy tudatot semmisítettünk meg. Még viszont itt ez már tényleg ö, érdekes gondolni, főleg Moriarty mond a Moriarty mondta végén, ugye, hogy ö, érdekes, mert ugye, hogyha az ember látta a BBC sorozatot, ugye abból mindig ugye biztosan Sherlockot, Sherlock igen, a BBC Sherlockot. Ugye, Becses Sherlock Holmes. Igen, a Benedéket, és, és a, Hobbitos Sherlockot, igen. <laughs> csak ugye itt van, van cipője. Igen, és az, hogy ugye az, hogy amin végig gondolkozik, ugye az, hogy ő, nem csak egy jelenség, hanem ő tényleg ő most már ráébred, ráébredt arra, hogy milyen, rá csodálkozott arra, hogy mi van körülötte, hogy neki úgy, úgy, tudata van, és ezt mondja Pikár is, hogy ugye, és nem is Déta is mondja, hogy neki az van, ami neki nincsen, tudata van. Tehát saját tudata lett. És ugye ez az, ami megkülönbözteti. Hát ez borzasztó nagy itt a probléma, mert ez, ez az élet, ez egy csettintésre jött létre, egy kód tulajdonképpen. Ez, ez hatalmas nagy dilemmát, nagyon húsba vágó emiatt az epizód, hogy egy rossz szó, és egy született egy... egy amikor ugye a déta is létrehozza lát, akkor ugye utólag szól a Picard és pikár kapitány felháborodik, hogy Déta most már létrehozta ezt az életet, ezt nem lehet kikapcsolni, nincs rajta on-off, ezzel már meg kell küzdeni, meg kell birkózni, ez itt él velünk. Itt is utólag szólnak Pikárnak, mikor már nem tudnak mihez kezdeni, mint a rossz gyerekek, amikor csinálnak valami disznóságot, és amikor már tényleg nem tudják kezelni a helyzetet, akkor oda mennek az óvodénhez, hogy csináljon rendet, meg nagyobb Tehát amikor már tényleg nem tudják kezelni a helyzetet és akkor úgy próbálják megoldani. De egyébként szerintem Piker ezt egészen, egészen jól oldott. Higgadtan fogadja, mint igen, meg, Igen, meg, ami tetszett, hogy ez a nem akarok meghalni, és utána, amikor ő mondja, hogy nem is akarom önt megölni, tehát, az, tehát ez egy szerintem ritka megható mondatok egyike, az, hogy ugye azt, hogy ezt így mondja, hogy ő nem akarja, tehát az, hogy meg amit amikor megkérdezi, hogy önök még ugye nem képesek arra, hogy ugye húsvérembert csináljanak belőle, és akkor én azt mondja, hogy igen, ők még nem képesek erre. Tehát azt, hogy ezt belátni, tehát az, hogy, milyen tényleg, hogyha öntudatra ébredt, és nagyon gyorsan, tehát hogyha azt nézzük, tehát ez pillanatok alatt megtörtént ez a folyamat, tehát iszonyatos tempóban felgyorsulva történt ez meg, mert ugye a negyed óra leforgás alatt a film, ami történik, az, hogy végül is egy, egy holofigurából, egy érző, hát majdnem, hogy egy érző lény és iszonyú gyorsan eljutott erre a pontra, ami viszont tényleg a zsenialitását mutatja, hogy tényleg méltó ellenfele Holmesnak, vagyis Détának, ugye, hogy egy tényleg egy ilyen zseniális elmét hoztak létre, ami, ami, pillanatok alap felépíti azt, ami ugye például Détának nem is sikerült még addig hány részen keresztül, és neki mennyi idő kell, hogy neki ezt valahogy sikerüljön elérnie. Mariárti meg pikpak megcsinálta, és akár ez a BBC sorozatban is ezt tetszett egyébként. Tehát az, hogy, hogy, ugye Sherlock jó van, hogy rájön a kis disznóságerért, meg megfejti a kódjait, de Moriáti mindig előtte van egy Ott lépése, is nagyon egy erős a lépése, Igen, igen. És mindig előtte van egy tehát tényleg zseniális ellenfele. Tehát az, hogy, hogy, hogy igazi, méltó ellenfele, tehát nem akárki, amit elnyom, mint egy siket, nem fel kell venni keményen a kesztyűt is dolgozni az ügyön. És itt is ugye ugyanerről van szó, tehát itt nem is, tehát hogy is mondjam, tehát kimondottan nem is azt éreztem az, hogy de jó, hogy kikapcsolják és elmentik, és jó a probléma megoldva, hanem az ember szinte sajnálja, hogy, hogy, hogy egy, 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 ekkora elmét, egy ekkora lehetőséget egyszerűen jegelnek, mert nem képesek arra, még hogy Daniel ezt megoldják. Davis, aztán, hogy... itt aki játsza Mori t mm. és ő azért hát eléggé át tudja adni ezt az érzést, hogy, hogy kötődjünk hozzá. Még ez a civilizált emberlabló vagyok, tehát ez is, hogy, ugye, Igen. hogy adott lángos, meg tehet. És doktor, hát Kassai meg... Károly hangjával, ez már. Még... Nélix, Nélix hangjával egy Igen. kicsit nekem levette a figurából, tehát nekem a Nélix volt picit előttem, és maga az levesz ebből a figurából, hogyha most nagyon-nagyon bele akarok menni, és most bele fogok elnézést, mert sokszor láttuk ezt a pizolót, és imádom imádom Sherlock Holmes-t, Benedict cumberbatch meg a Jeremy brett a 80 as évekbeli brit változatot is, és sőt még én az amerikai is nensz, az sorozatot, ott az az érdekes, hogy Rajkai Zoltán színművész az amerikai kortás Sherlock Holmesnak a Johnny Lee Miller által alakított figurának a hangját adja, míg a brit BBC Sherlock Holmesban ő a Moriarty magyar hangja. Zseniális egyébként úgyis mindkettőben. Vissza ide a ki hozta létre moriarty -t. Értem, már most tudom, hogy mit akarsz mondani. Tehát, Az, hogy ugyanez jutott nekem is eszembe, hogy a, a kompjúternek magasabb öntudati szinten kell állni ahhoz, hogy egy öntudatot létrehozzon. Ennyi, igen. De, de mondjad te is. Csak erre gondoltam, nem is kell jobban kifejteni. És a Jordanak ugye ez a, a parancsa, ezzel, tehát ő úgy gyakorlatilag így, így implikálja, vagy, vagy tehát az első löketet adja. Ez olyan, mint mintha azt mondanám, hogy a, a teremtést próbálnám megmagyarázni, vagy a, a születést, az életet egyáltalán önmagában, hogy on, hogyan keletkezik a semmiből, kvázi. De mégiscsak valahonnan, tehát anyag az anyagból keletkezik, és a szellemi szikra az honnan, komputerkódokból áll össze, és végül is, ha úgy vesszük, igen. Tehát Déta esetében is egy komputer egy mesterséges lény kristályesti egyenlősége a doktor hologramja ugyanúgy. Tehát a másik szempontból megadhatjuk azt a lehetőséget, hogy egy, egy, átlagos holografikus személynek kreált illetőbe, ha olyan instrukciókat rejtünk el, amik úgymond a továbbfejlődést rejtik, mert egy, egy fix programban, egy Sir Arthur Conan Doyle regény alapján készült fix Sherlock Holmes programban, a moriarty korlátozott rálátása van a saját világára. Tehát őt, ő, őt át lehet úgymond verni, és ő, tehát korlátozottan tud csak ilyen mesterbűnöző lenni. Itt viszont megnövekedtek a lehetőségét. Tehát rálátott egy olyan, tehát kinyílt a szemed olyan valóságra, amivel őt ő, ő, ő azonnal túlépett a, azon a, a lehetőségen, amit akár egy élő 19. századi ember, vagy éppen a holografikus figura adja. Egyébként a Voyager-ben is van egy ilyen, hogy a Ferhéven figurák rájönnek, hogy a ők holó figurák, és akkor... Tünde népség című epizód. Igen, igen, csak ott már ugye ez ilyen, ott már a, pont, a pont emiatt, a, meg a következő Moriárt is rész miatt érezzük, hogy az már egy ismétlés. Meg az jó, kicsit ilyen könnyedebb, Moraisz, nem? és is... Viccesebb. Igen. Húsba vágott is a probléma, de úgy el van poénkodva egy, egy kicsit ez a dolog. Itt pont a, a Moriart saját szavaival, ugye ő egy, hogy is mondja, egy gazfickó, egy, egy, egy gyalázatos alak, akit ö, létrehoztak. Lehet, hogy emiatt kell -e? egy. Igen, egy, lehet, hogy emiatt kell egy kicsit félni és fenntartásokkal kezelni az ő, ö, ö, amit Elhiszed neki, amit mond? Tehát ez ilyen Turing tesztet kéne lefuttatni, hogy ő azért mondja el, amit mond, ö, hogy gondolkodom, tehát vagyok, mert ez hozzátartozik ahhoz, hogy ezt a figurát hozza nyilván semmiképpen sem stimmel, tehát aki kívülről ránéz, az, zavart fog érezni, hogy ő nem mondhat ilyet, de tényleg nem, tehát ő arra lett programozva, hogy legyőzze Sherlock Holmes-t. Nem Sherlock Holmes, Détács, tehát az Détács hogy hogy, ott, követte el Jordan hibát, amikor azt mondta, hogy a détárt ehhez persze a komputernek persze mert van Déta összes attribútumát, jó, ezt felejtsük el, tehát itt kell elfelejteni, hogy azért nem kell szó szerint, tehát úgymond itt nem olyan könnyű egy életet Persze. létrehozni. Így van, tehát itt, de ha, de ha a science fiction szempontból közelítünk, akkor ez, ez abból szempontból zseniális, hogy tényleg a, a, ugye itt mindig mondjuk, hogy mesterséges intelligencia van egy, egy számítógépes játékban, egy, egy, nem tudom, egy, most már egy karórában, a mosószerben, mindenben, tehát minden okos, ami körülvesz minket, de miért? Miért okos? Tehát ugye az ember okos. Az ember tud például, például Détánál ugye ez a bizonyos deduktív következtetés, ugye például a doktornő itt felhívja Déta meg a Jordi figyelmét, hogy a Déta csalt, mert összerakott két különböző, amikor új történetet kaptak, akkor még csak egy ilyen primitívebb szinten volt fejlesztve a program, két történetből összerakott Déta egy harmadikat. Ezt végül is egy mai komputer már meg tudja csinálni. Tehát az arcfelismerés így működik, ilyen összehasonlítás, de ismer dolgok alapján. Tehát az arcfelismerő szoftver nem mesterséges intelligencia. De te emberként nem ez csinálod? Az hogy dolgozik? Hogy tapasztalataid alapján oldasz meg egy elétáruló kihívást? De Máshogy, én felülkerekedek. Mint... Tehát nekem, tehát az, nem tudom, pont az intuíció, vagy bejönnek persze az érzelmek, vagy. Tehát az emberben van valami magasabb rendű, ami miatt még mindig magasabb rendőbb, mint bármely Ez Ez az, hogy szó ugyanezzel érvel elérve ő is, ugye, hogy, az, hogy a Sherlock Holmes, ugye azt mondta, hogy Sherlock Holmes benne volt az, hogy ismerte az emberi élet, vagy ismerte, tehát az emberi lélek titkait, meg Sötét t -t, oldalát össze, is így van. Igen, összetudottak össze tudta ezekből így rakni. Meg, ö, vagyis ugye, meg ugye, amit a doktornő is mondott, ugye az, hogy ugye, miből tanul az ember. Tehát az, hogy nem feltétlenül ugye, ebből, hogy ilyen ö, sémákban gondolkozik, meg algoritmusokban, hanem az, hogy hibázik, és a hibáiból tanul legközelebb hogy csinálja. És ez az, amit ugye Détának még teljesen magas, mert ő azt hiszi, hogy ugye csak a siker az, amivel előrébb lehet jutni és élni. És egyébként ebben, ha belegondolunk, tényleg van valami, hogy az ember néha, az ember tényleg sokkal többet tud tanulni, akkor, hogyha valami nem jön össze, mert arra ösztönzi, hogy minél több lehetőséget meg utat találjon, hogy legközelebb működjön a dolog, és a doktor ne ezt próbálja megéltetni. Amit ugye persze Gyorgyi teljesen ezzel nem érte egyet, meg ugye teljesen ő a barátja mellett áll ki, hogy ugye hát ő képes tanulni meg minden. De hát ez pont olyan, amikor ugye Déta megpróbál nevetni, tehát hogy próbálja olyan lenni, mint egy ember, de hát az ember, tehát ez a ször feláll az ember karján, hogy inkább ne. Ez olyan, mint amikor Wendy Adams mosolyog, tehát inkább ne tehát inkább, inkább nem, mert jobb, nem, mert, mert, mert tőle ez így még idegen másik az ugye Moriart ugye mondta, hogy azt mondta, hogy ő számításból született, és ő még nem más, mint energia. És az érdekes egyébként, amikor egy Pikát kifejti neki, ugye, hogy mi, mi, is a holófedélzet, meg ugye ez a hogy működik. Tehát ez a rögtön fizikaóra fizika óra első osztályú szintjén, ugye, hogy hogyan alakítják hát az energiát anyaggá, meg oda-vissza, és hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor ez a menjünk haza, és csináljunk is egy ilyen holófedélzetet magunknak, meg egy tra, transportát, és akkor működni fog, hogyha ez tényleg ilyen egyszerűen, hogy átalakítjuk az energiát anyaggá, oda-vissza, és akkor ez ilyen jó és akkor ugye végül is a ugye, amit ígértek, ugye Moriártinak, hogy elmentik, és később ez a lett, mégis benne van a pakliba, hogy ez működhessen, hiszen hogyha ők létre tudták hozzá a tudnak transportálni, ugye, amit még mi elvileg nem tudunk, akkor ugye, akkor hogy tényleg végül is vissza tudják hozni Mariátét. És ő már a végén azt mondta, tehát ugye, hogy gonosz figuraként, meg negatív figuraként indult, ahogy te is mondtad, meg ugye, amikor visszamentek már Pikádék, már kezdte összedönteni ugye az egész holó fedélzetet, már káoszba dönteni London, tehát tehát, hogy abszolút negatív irányba viszi el az egész várost de ő úgy fogalmazott meg a végén, hogy ő nem gonosz ember, ő nem egy kitalált alak többet, hanem ő tudatában van annak, hogy ő gondolkozik. Tehát, hogy ő ez, amit mondtad, hogy most higgyük el neki, hogy ő azzal, hogy öntudatra ébred, ezáltal jobbá is vált, vagy inkább lesz egy tényleg egy ilyen fifikás tevő, mint a bbc is Moriarty, aki úgy át fogja vágni, és hogy csak pislog. Hát ott derül ki számunkra, hogy ő végül is tényleg jobbá vált, én ezt most már kimerem mondani, amikor elengedi a kontrollt. Azt mondja, hogy kapitány az ön kezébe van az én életem. Egyébként ez a kontroll, ez, ez nekem, ugye én először láttam ezt az részt, és engem annyira zavart az, hogy egy ilyen komplikált és ennyire nagy hordaérőjű gép nincsen semmivel sem levédve. Tehát az, hogy ott megy egy random ember az utcán, és kimondja a szót, és tadám, ott van a varázseszköz. Tehát nincs semmi hangfelismerés, semmi új vagy belenéz, ugye szivár, retina leolvasó, vagy valami, vagy bármi, ami működjön, vagy valami egyszerű pinkódot kódot beírni, hogy tudja használni valaki. Hanem... Ez tényleg, tényleg... zavarba ejtő, tényleg... hogy igen, miért az, látja. Hogy ő kisasolta ugye az, úgymond a fal mögül, és akkor kipróbálta, és működik. És Itt belemony... a memoriafának a szerzője az felvetette igen. azt a kérdést, hogy teljes mértékben Jordynak a hibája e, hogy uh, itt életre kelt, mert eleve látja ő ezt a konzolt, amit már alapból nem szabadna neki. Igen. Kéne. Tehát Igen. Olyan, mint Igen. amikor uh, például itt Pikár is gyönyörűen felöltözött egyébként, nekem rögtön eszembe jutott a karácsonyének, ahol ő, ő volt, ő, ugye Scrooge, és uh -huh. akkor is hasonló ruhában. <laughs> Petr beszélek most, ugye De. ebben a kemény kalapban és a, a ruhájában. Na no, meg Worf se volt semmi azért. Megért a kalaptól. De érdekes, eszkod. hogy kiöltözött a Worf, és ott hagyták a folyosón. Igen, de persze az, hogy felöltözik, hogy ne ismerjék fel, de az nem zavar. Nem minket, kell felöltözni. Ligol, tehát az, hogy milyen feje van. Tehát nem az a gond, hogy milyen ruhában van, hanem az, hogy milyen az arca. Tehát legalább de ez az, lények, hogy egy sapkát, sapkát húztak, hogy ne látszon a füled. De, hát. A Spock sapka az más, mert a folófelvérészeti programok átnéznek rajtad, és a. A Jordi-t ott nem egy, nem egy, egy vizoros színes bőrű férfinak látják, hanem ott a Dr. Watson mondjuk egy tehát, ilyen bajuszos... nem szis, látják nem tudom. a Klingo homlokradőt, akkor az egyenruhádat sem hát... látják. De, de épp ez az, igen. De, de akkor maradhattak volna abban, amiben voltak. Akkor igen. Ez Jó, ugye... hát ez nyilván hozzátartozik a sónak a, a hangulati már Hát A eleméhoz. kosztümöt veszel, te is így átlényegülsz. Tehát rögtön egy, a, a Détának a köntöse, meg a pipa. Ugye a pipáról már beszéltünk, hogy az így elő, előkerül, hogy tehát Détanek az a Sherlock holmes habitus nagyon jól illik eh, hozzá. Tehát ő eh, tényleg azzal a metódussal szeret is dolgozni. Tehát eh, tényeket, a gyűjt, következtéseket von le, és azon a vonalon ő nagyon jól mozog, és hát eh, eh, itt kiderült, hogy Déta tényleg zseniális Sherlock Holmes, mert ehhez a szituációhoz a nagyon okos eh, felturbozott Moriátihoz is alkalmazkodik, és, eh, és le tudja vonni a következtés, hogy ennek az asszonynak, vagy nem tudom, a ügye az eh, nem érdekes, menjünk tovább, Jordi meg csak néz, pont ugyanúgy, mint ahogy az összes dr. Watson ugye a Sherlock Holmes mellett, tehát gyakorlatilag csak úgymond naplóíróként követi, mint a segédje, de hát ez az alapszituáció ebben a, így jöttem, meg Doyle lesz a két figurát, nagyszerűen persze. Én arra jöttem rá, hogy dr. Pulaski természete nem elsősorban dr. Pulaski miatt van, hanem ő Déta, triggerpontja. Nagyon látszik, hogy szeretnék a détát előtérbe helyezni a készítők, úgy, mint az eredeti sorozatban spock karakterét a második évadban, és ehhez kell egy ilyen külső hatás, mint a Dr. Pulaski. És elkezdünk a détának szépen lassan elmerülni az ő mesterséges lényében, és az ő karakteríve, az, az szépen kirajzolódik. Egészen a Measure of a Man című epizódik, fog ez a rajzolódás majd itt a második évadban tartani. a Data és Laforge egy brit, híres brit detektív és segédje figuráját veszik fel a horror fedélzete. gyönyörű a környezet, tehát például a Holmesnak a dolgozó szobája fantasztikusan meg van csinálva, itt akár egy egész sorozat le lehet volna forgatni. De hát bizony egy másik mellékszereplő is megjelenik a Sherlock Holmes regényekből, ez pedig Lestrade, pontosabban Lestrade mert még Brent Spiner is kicsit brittesen ejti itt a szavakat, vagy legalábbis a neveket, és hát Lestrade, vagy Lestrade meg kifejezetten british english beszél, jó, jó ízű angolt, és Laforce azért megkérdezi a kopogás után, hogy hát milyen felügyelőt ne, ne várakoztok meg? Hát azt kérdezi, hogy Inspector Who, és nekem rögtön persze egy másik brit hősirat eszembe, vagy a Dr. Who, de hát nyilván ez csak egy teljesen véletlen. Itt, Na most trade viszont teljesen ezt a, ezt a tényleg Viktor János korabeli, hát angol beszéli, például az a Great Scott, Szent Isten, amikor ezt a fényképet ö, ö, megtalálják, ugye ez egyébként egy ilyen döbbenetre vonatkozó kifejezés, ma már persze ö, elavult. Ez volt az első kaland, utána viszont ö, hát a Ten kötnek ki, Uh, ahol bizony Pulárszki tanulja lesz a fültanúja beszélgetésnek, és azonnal bekapcsolódik, ahogy Csaba mondta, hogy itt triggereli. Tehát ő így elkezdi szurkálni a, a, a déta. Tehát a déta és a Jordi azt tökéletesen uh, el tehát Jordi őt maximálisan elfogadja a détának a, 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 személyiségét, és lehet, hogy pont ezért úgymond ő nem képes tovább Tehát Pulárszkinak az a lögdösődésekkel például itt azt mondja, hogy, hogy, hogy közbeszól a beszélgetésbe, beavatkozik, hogy hát a maga barátja, mondja Jordynak, nem tudna megfejteni egyetlen olyan Holmes történetet sem, amit még nem olvasott el. Az angolban érdekes módon azt mondja Pulaszki, your artificial friend doesn't have a prayer of solving a Holmes mystery that he hasn't read. Red. Tehát itt arról van szó, hogy mesterséges barátjának nevezi, az ő mesterséges barátja, ami nagyon jó hangzik az eredetiben főleg, hogy majd a Moriárt is ilyen mesterséges illető vagy személyiség lesz. A have a prayer meg megint egy ilyen réges kifejezés, hogy semmi esélye nincsen, tehát abszolút nincs esélye, hogy valamit végrehajtson. És hát bizony Jordit kihívják, később bele sétál ebbe. Déta egy picit magyarázgatja a holofedélzet működését, már nem először mondja egy szereplő ezt, hogy hogyan működik a holofedélzet hogy a computer, just by placing images of more distant perspectives on the holodeck walls, a wall, tehát a falra vetítést használja, a komputer a képek egy részét a falra vetíti ki, mondja magyarul a, 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 a data. Hát erről eszünkbe jutott mostanság, hogy ilyen hatalmas LED falakat használnak forgatáskor, például a Star Trek sorosztoknál is. Az arc szó, ez egy, hát itt boltévet jelentene alapból, talán az alakja annak a konzolnak, ami megjelenik, és hát különböző utasításokat lehet programfutása közben ahol a holófedezeten végrehajtani. Ezt használja Moriáért, is, tehát ezt a parancsszót mondja ki, és hívja be végül is ezt a konzolt, magyarul konzolnak nevezik. Érdekes, hogy magyarul egy idegen szót használnak, egy eredeti angol szó helyett, egy, ami boltívet jelent. Tehát talán azért, hogy egyértelműsítsék, hogy ez ez egy, egy, speciális, tehát komputer felület. Tipikusan a konzol az nem más, mint egy, egy egy, egy programot, komputer, szoftvert, akár hardware távolról vezérlő interfész vagy felület. Érdekes, hogy Marárt itt, itt látszol a pillanatok alatt jön rá, de valójában itt arról van, itt már ő hát fel van turbozva azzal a töblettel, amit a komputer alkotott Jordi parancsának hatására. Déta kimond egy a Sherlock Holmes, hát sorosztóban, főleg a, a féle BBC sorozatban gyakran elhangzó szót, ugye azt kell tudnia, ugye a Sherlock Holmes ő egy addiktív ópiumfüggő személyiség, a Cumberbatch is. Tehát ő neki egy leszokás, tehát ő gyakorlatilag ilyen tapaszokat használ, például nikotintapaszokat, és akkor hm, ez egy két tapaszos probléma. Tehát egyébként pont ezért ennek éjjel nem egy ilyen toxikus személyiség, de azért magát ilyen, ilyen szociopatának mondja. Nem pszichopata, hanem zseniális szociopata. Na mindegy, itt a Benedict Cumberbatch gyakran mondja azt, hogy the game is on, és akkor így felrelkesül. Tehát őt a probléma megoldása élteti. Csak az. Tehát teljesen ezzel, ezzel van. Tehát egy, egy függő ember a probléma megoldástól függő ember. Tehát kell neki ez a, ez a és a zsibongás körülött. Ezt vizuálisan nagyon rábrázolja ez a BBC sorozat is, vizuális hát, effektekkel is. Na a lényeg az, hogy itt egy rossz fordítást akarok kiukadni, itt azt mondja a Déta angolul, hogy ö, megtalálják ugye ezt a lábnyomot, ugye itt, hogy természetes gumi, amit arra használnak, ugye, hogy szigeteljék, tehát laborban dolgozik az illető és a többi. The game is a foot, come on ezt mondja a déta, és hát magyarban azt mondja a magyar déta, hogy a tettes gyalogosan távozott. Ami lehet, hogy igaz, csak hogy itt a fordító vont egy olyan következtés, amit senki nem mondott ki. Mert a game is a food, a food itt azt jelenti, hogy valami mozgásban rendül mozgásban van. Micsoda? Game. A játszma. Az a játszma, amit a Sherlock Holmes szokott tűzni, az az agyi játszma, ugye, amit a, a zseni Sherlock Holmes űsz, hogy elkapja a, azt a bűnözőt. Tehát itt ez a játszma indult el, nem pedig a doktornőt vitték el gyalog, az is igaz, de ez teljesen mellé ment, és elvitt egy jó point. Aztán ugye, hát, sok Star rajongó ö, szentségelt, amikor Tilly Zásztos csúnyán beszélt a Discovery-ben, de hát Pikár Kapitány sokszor beszélt csúnyán, hát néhányszor már a TNG-ben, hát meghagyják franciául az angol változatban is, és hát Vargati József is diszkréten franciául mondja ki ezt a bizonyos hát, merde szót, merde, aki akar rákereshető, magyarban egy, egy rövid eszbetűs szó, de diszkréten ezt nem mondják ki, viszont a kapitány itt kimondja franciásan, és, és, ez itt Hozzá tartozik Picard alakjához, hogy azért ő egy disztingvált, egy úri ember, de hát azért az egy, egy, egy francia ember. Itt arról van szó, itt Picard itt jön rá, pontosabban Jordi itt mondja meg, hogy ú, uram Isten, hát igen, arra programoztam, hogy egy Holmes típusú rejtét állítson a kompjúter, de egy olyan megfelelő elemféle, nem a Holmesnak megfelelő elemféle, hanem egy olyan szereplőt készítsen, aki képes legyőzni data eszét. Capable of defeating data, ugye ez volt a Jordinak a, a, parancsa, és a kompjúter varázsos módon, hát hogy itt van ez a titokszos fekete doboz, hogy Létrejön egy mesterséges intelligencia, amit nem értünk. Tehát ha tényleg létre fog jönni egy emi, akkor azt nem fogjuk már érteni. Tehát az, az kvázi, az már nem emberi uh, létrehozású lesz. Tehát valamiképpen úgy mond magától keletkezik, mint hogy itt is. Tehát nem Jordi teremtette ezt a emit, ha úgy vesszük, hogy ez uh, egy mesterséges intelligencia. Warf, hát egy igazán. Népszerű lesz Londonban. Uh, you will be a big hit in London, mondja Riker neki. Hát itt egy, egy ilyen frogban jelnik meg, hát se uh, rongyban jön ide, de Worfnak egy ilyen viktoriánus, nagyon szép, elegáns ruházata van. Uh, de természetesen az van, hogy persze még mindig Worf az Worfnak néz ki, és klingon, és hát amikor Mark Twain a fedélzetre jön, akkor bizony jó nagyot fog nézni uh, Worf külsején. Pikár kapitány Nagyagyúra elmondja és kimondja ezt a kulcsszót, cool hogy e, hát abban a korban, ahol élünk, az emberek már felfedezték, hogy energy and matter are interchangeable, tehát kicserélhető, felcserélhető az anyag és energia. A holofedezet az energiát anyaggá alakítja. Egyébként ez jelentős a holofedezet szempontjából, tehát nem vetítettek azok a teremtmények, meg is tudnak sérteni minket, ezért kell ugye ez a biztonsági protokoll lehet, hogy most is ki volt kapcsolódva, de ugye a holofedézeti figurákat meg is tudjuk érinteni, interakcióba tudunk lépni. Hát Kvárknak a holoszabályát nem hiába bizonyos célokra használják, ott, ott holografikus hát hölgyekkel lehet például találkozni, de hát a, most, hogy távolabbra menjünk, hogy lehet-e a moriártiból például élő anyag, hát ezt erre a kérdésre, meg kell nézni a hatodik év, évadban a Ship a című epizódot. Én azt mondom, elsősorban rögtön nézd is meg, mert nagyon ide kapcsolódik. Tehát ezt a történetet folytatni kell, és, és én szerintem méltó módon folytatják. Nekem még Daniel Davisről, amellett, hogy még egyszer hát ő jön vissza, ami nagyon jó egy ilyen hosszú sorozatban, hogy évek múlva a színész vissza tud térni ugyanarra a karakterre, Hát én átnéztem az IMDB-t, és kiderítettem, hogy ő még az amerikai kortárs, tehát az elementary Sherlock és Watson című sorozatban is föllép a valamikor a 7. évadában. Odáig nem jutottam, mert az borzasztó hosszú. keretes szerkezetet láthatunk ebben az epizódban, ezzel a hajó modellel, egy egyszerűbb kornak a képe, ugye itt megjelenik nem csak a holofedélzeten, hanem itt a gépházban is ez az összerakott modell, ez egy csodálatos ö, dolog, és szép, mondta Rob Bowman, nyilatkozta, hogy, hogy rettenetesen szépen van megírva ez a forgatókönyv, amit el is lehet olvasni, azt hiszem, hogy ide be fogjuk linkelni a, az eredeti változatot, de hát erre azt mondta a rendező, hogy ez körülbelül egy ilyen két órás TV lehetett volna ezt abban a formában megvalósítani, hogy le van írva. Nagyon meg kellett húzni, ugye arról már nem is beszélve, hogy kevesebb forgatási napot kaptak, mint ami ilyenkor megszokott volt. De én azt mondom, hogy ezek a díszletek a epizódnak a vizuális megítélésének a szempontjából nagyon megtérültek, tehát iszonyatosan gyönyörű ez az egész, hogy szép-szép kosztümös környezet, és általában ugye ö, az epizódnak a felépítése az úgy néz ki, hogy az elején van a, a válság értekezlet. Itt azt hiszem, hogy egészen a 30. perc környékéig kell várni, mire ugye leülnek az asztalhoz, és ö, hát megbeszélik azt, hogy hogyan tört ki ez a krízis, és hogy mit lehet vele csinálni. Az mondjuk már egy megszokott dolog, hogy a kapitány akkor, na, oda megy, és akkor ő saját kezébe veszi ezt a dolgot, és lerendezi a helyzetet. Ilyet Janeway-től is fogunk majd látni, meg pikártól is láttunk már ilyen határozott fellépést, akár a előző évadban is. Hát iszonyatosan sok szellemi tartalom van, Ebben a történetben, és hogy mindezt egy ilyen kosztümös környezetben prezentálja, ez ö, eszméletlen. Tehát itt a mesterséges értelem, a mesterséges intelligencia, a mitől élet az élet, mitől ember az ember kérdések, azok ö, hát szépen sorban előjönnek, és nem csak úgy, hogy konkrétan az arcunkba tolva, hanem szépen elmesélve. Tehát elegánsan van ez az egész prezentálva, és vizuálisan is, meg párbeszédek szintjén is ez, ez tökéletesen meg lett valósítva. Egy hibát talán kiszúrhatunk, ami ugye a holofedélzetről kihozott papírnak a képében jelenik meg, de láttunk korábban is olyat, hogy például hógolyóznak Wesley Crusher és az ő barátai, és egy hógolyó kirepül a holofedélzetről, és eltalálja Pikát kapitányt, tehát van ilyen. Itt viszont ez nem hiba lett volna, tehát úgy lett volna kitalálva ez a történet eredetileg, hogy ténylegesen elromlik ez az anyag-energia konverter, és a holofedélzeten hát megtalálható karakterek, azok ki tudtak volna szabadulni a hajónak a többi részére. Itt hát maga Gene Roddenberry avatkozott bele a történetmesélésbe, ugyanis amikor odavitték a papírt Pikát kapitánynak, akkor Pikárt kapitány egyből tudta, hogy hát ez azt jelenti, hogy akkor Moriarty is kijöhet a holofedélzetről, és hát ezt elhallgatta előre, vagy, vagy hazudott neki, tehát azt mondta neki, hogy nem, ő nem hagyhatja el a holofedélzetet. Rodenberry azt mondta, hogy hát Pikát kapitány ilyen szándékos megtévesztés nem csinál, ez nem illik az ő karakteréhez, Úgyhogy ezt megszüntették, ezt a szálat. Viszont így a levegőben maradt egy kicsit ez a papír, ami kikerült a holofedélzetről. Ezt mindenképpen szerintem hibaként könyvelhetjük el. Tehát ez, ez érdekes. Hogyha valaki megnézi a hatodik évadban ezt a Shipping a Battle című epizódot, ott pont egy ilyen szituációra épül, ha jól emlékszem, Dave, hogy holofedélzeten vagyunk, vagy nem vagyunk Holofedélzetem és ezzel fog eljátszani a történet. Imádom egyébként ezt, amikor így érzéki csalódások tornádójába kerül egy ember, és akkor na most felébredtem, vagy nem ébredtem, még egyszer felébredünk. Ilyesmi volt a múltkor is egy kicsit, a, amikor Picard kapitány nem tudta eldönteni, hogy most kikerült a Nagilumnak a csapdájából, vagy nem. Öh, hogyha van egy kicsit több idő egy epizódban, akkor ezt általában egy háromszor, négyszer eljátszák a nézővel, hogy még mindig álmodsz, még mindig a virtualitásban vagy, még mindig nem szabadultál ki. Öh, amikor már ilyen sokszor megcsinálják, azt már nem szeretem, de amikor így egyszer van egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy Inception pillanat, az még úgy jó tud lenni. Na, hát azt mondom, hogy ez 10 per 10-es nekem csod nélkül ez a történet. Igen, de egyébként, ahogy te mondtad, ilyen csoportokban lehetne összegyűjteni inkább azt, hogy ez a mi tetszik, mert nem lehet egy dologot kiragadni, ami ilyen jó volt. Tehát így a, amit te mondtál, hogy ez a mesterséges intelligencia, amit ugye beszéltünk is már róla, ugye az, hogy van -e ilyen humanoid robot már egyébként, akit Szófiának hívnak, és Szaudi állampolgárságú egyébként. Atya Isten! Tehát ennek mondjuk, hogy nem néztem konkrétan utána, csak egy mondatot láttam róla, de ez, ez egy elég megdöbbentő, és így fel tudjuk dobni akkor a labdát a, néző, a kedves hallgatóknak, a nézőknek, hogy utána lehet nézni, hogy Szófia, aki szaudi robot, hogy az, az, az a, tehát ki is ő micsoda, és hogy működik. Meg a másik az, amit mondtál, hogy ezek a kosztümök, tehát ugye a a hajó, amit az elején ugye, amit uh, készítettek, az, ami ugye mondható, hogy nagyon alapos és nagyon részletes, nekem azt tetszett nagyon, mert ugye nem, tehát ugye van ugye egy ilyen szimbolikus jelegő, és ugye, hogy Pornelzor ugye készítették ezt a Trafalgari csatában használatos ugye, hajóját, és ez tényleg, Igen, ez eszméletlenül szép, és tényleg nagyon alapos uh, munka lett. Tehát, és amit ugye csodálkozott Éta, hogy ez kézzel lett csinálva. Tehát az, hogy ugye uh, korábbi részekben van, szóval amikor a gyerekeket elrabolták, pont a tehetségről volt szó, ugye az, hogy milyen pikpak készítettek a szobrokat, ez meg kézzel lett készítve, tehát nem ilyen hiper-szuper 24. századi ö, varázs, ö, ö, hogy is hívják a vésővel, hanem két saját kezével készített. jordi van hozzá szeme is, lehet, hogy Igen. Ő ezt jobban Igen. tudja kezelni meg Hát az, az nagyon tetszett, meg az tényleg nagyon szép volt, és ugye a végén is, tehát ugye Pikáli is elismerte ezt, hiszen meg, én megkérdezte, tehát nem az, hogy ez a hogy, ő hogy van, vagy minden, az, hogy nem sérült-e meg a hajó. Tehát azért ez, tényleg ez is ilyen jelképes volt, ami szintén ugye nagyon másik tetszett, ami ugye ez a Détának a karaktere, ugye amit ugye úgy mondtuk, hogy nagyon jó Sherlock, ugye Sherlock ugye, főleg ugye te sokat elmegetted uh, Déva Bibis is félet, ugye, hogy nem egy neurotipikus, ugye, hogy, hogy azt mondta, hogy jól funkcionáló szociopata. Tehát van egy ilyen mondata is, amikor egyszerűen, hogy nem vagyok pszichopata, hanem egy jól funkcionáló szociopata. Nézzen utána, hogy ez mit jelent valójában. Van egy ilyen mondata, amikor így valakire egy rákiabál. Az még azt hiszem az első évad elején van Ilyen, amikor kikéri magának, hogy ő nem pszichopata. A pont a, azt hiszem a nyomozónőnek mondja, amikor ugye a kéflu. Ö, hangyásnak hívja. Igen. Igen igen. Tehát ugye az, hogy, ugye, az, hogy ugye annyira ugye Sherlock nem egy neurotipikus figura, tehát ugye egész másképp működik az egyet. Tehát ö, azt hiszem a Wikipedia Aspergeresnek nevezi, de valamit, tehát szerintem érdemes lenne ennek utána ha akarnak ilyen gyógypedagógiai diagnosztikával, hogy szerintem nem teljesen azt hiszem a triásznak minden elemen nem működik meg nála, hiszen meg is öleli ugye a házvezetőnőt, és ugye azért vannak ilyennek ilyen, szociális vonása is, ugye, ami egy kicsit kétségbe vonja, hogy ténylegesen Asperger sem, sem. De ugye a dét, amivel ő nem ember, tehát hogy nem úgy működik, mint egy rendes ember, pont jó hozzá ez a karakter, tehát teljesen élik hozzá ez a kettő, és ő ezért is tud olyan hasonlóan működni hozzá, hogy ez tényleg tök össze, annak ellenére, hogy ő nem ez a pörgős bbc is félesárlok, tehát azért azért déta sokkal higgatabb, tehát ő inkább ez a hagyományos, tényleg ez a, a hogy is jövök, ez? pipás Cseremibre. kalapos, igen, pipás kalapos sárlok ő inkább, tehát akinek vág az esze, mint a penger, de, de azért nem nikotin tapaszokkal fogó hangálni, tehát azért másabb típusú. Tehát még ez az, amit ugye, ja meg ugye, amit mondtál, ugye, hogy uh, mindig szüksége volt a BBC sároknak a új ingerre, mert van egy rész, ugye, amikor lövöldözi a falat, mert hogy ő unatkozik, mert nincs mit csinálnia. Tehát az, hogyha nincs meg ez a külső inger nélkül, akkor ő unatkozik, és akár szét is lövi, ugye, a saját kojének a, a falát, hogy valami történjen, végre valami érdekes kis gyilkosság, és amikor. Annyi, igen, Egyen. mert egyébként kész neki annyi. Tehát ugye Déta viszont ennyire nem nincs benne így, szeretben. Ő, ő, ő magát a helyzetet élvezi, tehát ő nem unatkozott volna, mert ő végigpörget akkor egy másik programot, egy másikat, egy másikat, egy másikat, és valahogy megoldja. Tehát ugye, neki ez így, szerintem ez nem merült volna fel. Meg persze a fő funkció, ami nagyon tetszett, ugye, amit, ugye, amit tettem is, ugye ez a Moriartinak ez a, ez a mondata, ugye, az, hogy ő, 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 ő most már nem akar meghalni, ugye, hogy ő most már szeretné élni, szeretne ezt a megismert tudást birtokába tovább létezni, és ez, 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 ez azért eléggé szívenütő tud lenni. Tehát betölthették volna neki az Enterprise-t oda, ahol a fedélzetbe és megmutathatták volna neki a hajót. Ja, hát végül is lerajzolta, tehát nem semmi módon, tehát végül is el, el tudta volna képzelni, hogy milyen így. Tehát úgyhogy úgy, úgy te szerintem is nagyon tartom, és mert nem lehet egy-egy elemet így kiemelni belőle, hanem tényleg annyi minden van, hogy elég hosszasan lehetne ezt még cincálgatni, ha minden ö, ilyen szálára kiténe részletesen az ember, hogy mi micsoda. Mert minden fel merült, mert annyi minden van benne. Tehát amikor Troy is például, neki is van egy ilyen megnyilvánulása, ugye, amikor ugye már Moriát itt benne van Jócskány, akik az egészben, hogy érzi, hogy valami erő, ami összpontosul, valami erő és ugye azt, hogy ő kívülről is érzi már, és ugye akkor ez is felveti a kérdés, hogy egy, egy holofigura, aki létezni kezd, azt érzi már Troy is. Hogy hogy, 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 valami itt történik. Tehát, Neo, ez, ez felébredt a -e, mátrixra. Hogy ez is már több, több <haz> igen. Itt tudok gyújt, gyújt, húzni, igen. Egyébként fokozatosan utalnak az ő fejlődésére, mert először a hídon jelenik meg egy ilyen energia csúcs, amit Worf Szerintem akkor teremtődik meg a komputerben a méltó ellenfél a számára, és akkor utána van Trojnak ez a megfigyelése, hogy, hogy létrejött, megint csak valami magasabb szintre lépett ott lent a Moriarty, amikor már ugye rázogatja a steampunk gépezetével az egész hajót, amikor húzogatja azt a kart. Ja, Wolf megérezte az Enter gombot, hogy amikor lenyomták moriarty hogy indít, start, Enter. De tényleg az csak egy ilyen pillanat volt, és senki se gondolkozott utána azon, hogy ez mi lehetett, vagy mi nem. Ez csak később utólag visszagondolva tudjuk így megmenni, hogy tényleg az. És ugye Trojnak is az ilyen megnyilvánulása, mert utána kezd el igazán ilyen orkánszerűen tombolni az ő karaktere. Hát ezt a két epizódot én azt mondom, hogy együtt kell megnézni, pedig azért négy év különbség van a két rész között, ugye egy hatodik évados a Shippen a Battle, mert egy nagyon jó konklúzió. Tehát ha itt úgy érezzük, hogy le van zárva, bár tipikusan a nyitott történet, akkor ott megint kapunk egy, hát egy nagy attrakciót, egy, egy továbbfejlődést, és ott is így a néző beleringatódik abba, hogy a jó is, akkor mégis lehetséges? Ugye itt a Star Trek világán belül kérdezzük ezt meg, akkor lehetséges, hogy tudunk létrehozni mesterséges szemét, intelligenciát, mert ugye de a Détát is megalkotta, ugye, Szung. Tehát igazából, sőt, ugye, Szung típusú androidról beszélünk már akkor, hogy pozitronikus agy, és az, az annyira fejlett, annyira összetett, hogy az képes szimulálni az ember, hogy, ott, hogy hol a felérzet a szimulációra van. Tehát minden úgy néz ki, mint amelynek kell lenni, vagy olyan, mint a szint, ahol azt nem is tudom, hogy be lehet-e rúgni a szintoltól, de, de az íz az tökéletes illúziót ad és tehát olyan, mint a mozi. Tehát leülsz, és arra az időre te izgulsz a főhősökkel, függetlenül, hogy most a kétdés moziban mész, vagy valami nédés, ilyen székrázós látványos dologra. Tehát az ember képes az illúziót valóságnak felfogni. Tehát ez az elvonatkoztatásunk, az a fantáziánk, tehát ez különböztet meg minket minden más élőlénytől, hogy mi képesek vagyunk nem valós dolgokat valósnak elfogadni. Tehát az illúzió, az ábrándozás, a, tehát minden művészet erre épül, tehát gyakorlatilag elhitet az emberrel valamit. És na most itt vissza, tehát akkor, és már nem akarok arra jobban kitérni, mert már nem ott tartunk, már azt megbeszéltük, hogy jó, kvázi, lehet, kvázi lehetséges, hogy a, egy parancsra a kompjúter, hát nagy számítás, mondjuk ez egy kvantum számítógép, és tudjuk Csapapira a sorozatban, hogy egy kvantum számítógép, nagyon-nagyon sok mindent képes elink És uh, a dez pont a, a kvantum számítógép miatt hiszem el azt, hogy amúgy nem hinném el, hogy uh, amit ott látok egy képernyőn, hogy ugyan már, hát ez egy szifi. De ha azt mondják, hogy egy kvantum számítógép száz év múlva képes lesz arra, akkor úgy, úgy elhiszem, hogy uh, az lehetséges, amit ott a, abban a sorozatban láttunk uh, betekintést valahová. Uh, ami nincs ott. Tehát itt is gyakorlatilag el tudom hinni, hogy az Enterprise vagy a 21. századnak van olyan erős komputere, hogy utcobány szóval képes lehet, mert mondjuk csak számítási kapacitáson múlik, hogy nagyon összetett algoritmus hozza a létre, és akkor kvázi megteremti ezt a mesterséges személyt. És onnantól kezdve viszont ott megint felmerül ugyanaz, mint étával kapcsolatban, hogy élő vagy nem élő. Ha élő, akkor személye és akkor itt, itt, jönnek ezek az összetett kérdések, amik ugye a holodokival kapcsolatban itt itt felmerülnek, de most ha mondjuk, hogy az embereknek implantjai lesznek, vagy a lementjük a tudatunkat, és általában ez a tudat ez közelebb van, mint a mondjuk a naprendszer elhagyása. Ö, ilyen, ilyen technológiai szinten. Tehát ha jön egy technológiai szingularitás mondjuk a század közepén, akkor, és amikor már nem azt kérdezzük, hogy visszamegyünk a holdra, vagy elérjük a marsot, hanem hogy, hogy mesterséges intelligencia már lesz, és már lesz tudat átmentés. Tehát körülbelül ezek így, tehát az önvezető autókat most tegyük félre, mert ez, ez, szokott még ilyen nagy ilyen, ilyen, ilyen akadály lenni, hogy ha azok bejönnek, akkor ugye akkor megint egy olyan, tehát legyőzünk egy olyan, olyan tehát fokozatosan iktatjuk ki az emberi tényezőt, ugye azokról a helyekről az embernek semmi keresnivalója nincsen. És és fokozatosan várunk mi magunk is mesterséges lények. Tehát itt, itt nekem ez az epizód, ez így Star is egy ilyen előrelépés, mert nem csak arról van szó, hogy a hol a fedélzet, hogy ott rekedtünk, mert a múltkor csak arról volt szó, bár furcsa módon az a, a Dixon a, ben ott is nagyon okosak voltak. Tehát szinte ott is már tudata volt ugye a Pikárnak a rendőr haverjának, és ott, ott nagyon megkérdezték, hogy hú, az nagyon fejlett ez a hologram. Tehát ott, aki tudatában van, a, a, tehát megkérdez, hogy mi lesz velem, aki kapcsolód a holofedőeztet, az azért nagyon erős. És a Moriarty, egy nak mondják itt, és a Pikár nem tudom, hogy ejtő, mert ő mindenkit másképp ejt, ilyen brites franciás keverék. A lényeg, hogy amikor már ezt kérdezi meg, akkor viszont már nem kérdezem meg, hogy hogy jött létre, ha a saját létért aggódik, akkor a tudatában van a, a, létének, vagy annak a határainak, akkor ugye mindenképp érülényről beszélünk. És nem még, még lesz hozzáadva, még rá lesz alakva egy, 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 réteg erre, tehát egy, egy, érzelmi réteg mondjuk úgy, és akkor, akkor már úgy, mert ha, a, akkor meg kell különböztetni, hogy most ő csak imitálta, tehát a komputer, vagy a komputer a holofedélyzet imitálja, hogy ez egy nagyon okos hologram, de akkor csak azt imitálta volna, hogy egy okos bűnöző. Nem az, hogy tudatában van a saját, nem tudom, például az Enterprise-ról, az egyébként egy óriási tüske itt, vagy egy, egy szög, amit így, így a falra, egy üres falra, és akkor nézed, és akkor így gondolkozol, hogy ez most mit kezdjünk ebben az epizódban? Tehát itt, itt elszállt a, az epizód. Tehát ott egy, 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 ilyen anomália van, most státek szempontból is. Tehát amikor azt mondtad, hogy nincs, a Warp 10 nincs magasabb fokozat. Vagy, vagy, tehát amikor mondjuk ezeket, hogy tehát vannak sztenderdek, amik alapján mozogni lehet a, a Star Trek által technológiailag azért elég jól leírt univerzumban, vagy kvázi jól leírt. De itt vannak a határok, hogy ki van mondva egy mondattal, hogy hogy működik a holofedélzet, hogy egy része csak kivetítés. És akkor néző Akkori nézőnek még nem is volt érdekes, de most, amikor ilyen holofalak vannak, vagy ilyen letfalak vannak, most is azt mondod, hogy most is így működik. Hát ez tök jó, hogy a Star Trek 30 évvel ezelőtt ilyet mondott. Tehát nem volt szőnyeg alá söpörve, és ezért van az, amit a Rodemberi tehát a Center State sorozat is mondott, a Rodenberi mondta, hogy ő többet akar, mint a... a, a táncoló a space, répa. A táncoló. Épp egyébként a Star volt, hát Nyuszi, beszélő Nyuszi, de hát az egy teljesen speciális eset. Tehát itt ezek oda vannak téve elénk ezek a technológiai zseniálisan, és mindezt egy olyan névos epizódban feldolgozva, és ezzel én, én teljesen kivoltam elégítve, hogy zseniális science fiction story, egy olyan köntösbe csomagolva, hogy hát ilyen költségvetést tényleg most belegondoltam, hogy ezt fölépíteni, a szereplőket megnézed, hogy hány beszélő szereplő volt itt, itt a dolgozószoba, ha azt megnézed. Tehát annak az ötperces jelenetnek a kedvéért. Tehát csodálatos. Erre én is csak tízes tudok, tudok adni, és hát tök jó tudni, hogy van folytatás, és még az is jó, hogy, hogy valamiképpen visszafogta magát a, a sorozat, pedig ide nem tértünk vissza annyit, mint például a Ferhévőnbe, vagy a nem is tudom mi volt, még talán a Kautika volt, hogy elég volt hát, lett volna azt egyszer, is csak kétszer voltunk. Jó, Többnek tűnt. Ott, nekem például egy, az, hogy például én, mint kapitány, visszavonok egy Shakespeare holó regénybe, mert ott kapcsolódik ki, az tök jó tudni. Mint hogy bekapcsolod most is a, nem tudom, a Downton abbey vagy a, a, a Dallas, vagy a Star Trek és akkor oda menekülsz a, a, a napi gondok elől. Itt meg ugye a, fölveszed a Sherlock Holmes hacukát, és akkor tényleg odamész, és azokban a problémákba merülsz bele. És már az is, csak ugye a Détának ott van az, hogy a Détát ezt nem elégíti ki. A Jordi viszont csalódott, ez egyébként nagyon jó a kettőjük között, hogy, hogy a Détának a zsenéje pontosabban itt nem is a Holmes zseniajtásról van, szó, hanem Déta zseniajtása, hogy Déta kapott egy problémát, tehát kvázi ő neki el kell játszani, hogy ő Sherlock Holmes, és lépésről lépésre rájön dolgokra. Tehát együtt haladni, mint amikor egy videojátékban nem csalsz, nem nézed meg a, 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 a segítséget, hanem gyakorlatilag végig találod ki a, a dolgokat, hogy hogyan haladjál. Egyre nem olvasol előre. Tehát a, a data ezt képtelen volt megtenni, mert az ő, ő vas logikája azonnal végpörgette ezt a, az ügyeket. Ha új, új ügyet adtak neki, teljesen újat, még azt is végig ezért kellett neki ez a szuper nehéz ügy, ami viszont ugye belevitt minket ebbe a szituációba, tehát ebbe a szempontból is egy zseniális történet. És a Jordi nagyon jelképezi azt a bármelyikünk oda a data mellé. Tehát dét, nincs a szátokrangok, akik ne imádni a détát. Tehát általában ilyen number van szokott lenni a TNC kaszban hogy de a détával kalandozni. Meddig? Tehát mikor jönnél rá, hogy a déta annyira más, és annyira zseni, és néha hideg, mint a Benedict Cumberbatch féle Sherlock, hogy nagyon magasan pörög. Tehát a processzoróra jel, hogy te, mint ember, neked nagyon nagy alkalmazkodó képesség kell, tehát Jordynak ez a barátság, vagy nem tudom, tehát ami a détához köti, hogy elfogadja a déta, ő ilyen míg a pulánszkin viszont csipkedi. Tehát ő pulánszkinak nem tetszik, hogy déta arra leső, le is korlátozza. Tehát ő nem csodálja, hogy hát ő gép, és akkor ez pillanatban kitalálja, azt mondja, hogy csak egy gép. Tehát ez a kétféle az bemutatás, és akár még egy szátrak ranyangók között is lehet ilyen vitákat, hogy ki az, aki azt mondja, hogy déta csak gép, és igazából csak imitálja, hogy ő egy személyiség, és hogy ilyen, ilyen, ilyen furcsa gép, tehát emberszerű gép. Tehát a Turing-tesztet vajon déta tudná teljesíteni? De lehet, hogy nyolc epizód múlva meg tudjuk majd. Egyébként, hogy is jöjjek holmes hogy csak egy Watson tudja tolerálni. Tehát ez nagyon jó. A tolerancia, össz... így van. És ez, és az... teljesen mindegy, hogy melyik Sherlockot nézed meg, és melyik Tehát a Mrs. Hudson már kiakad, bármelyik Sherlock holmes beszélünk. A egy Mrs. Mindenki Hudson... Mindenki ugyanúgy, mint Igen. a doktor. Egyedül Watson az, és teljesen tényleg mindegy, hogy most a régi típusút, vagy a Kristkán félét nézzük, Watson az, aki tényleg ez a feltétlen őszinte elismerő szeretettel veszi őt körül, annak ellenére, hogy ő sem mindig érti a dolgait, de, de abszolút támogató ö, minden egyes körülmények között, de szerintem több nincs is a világon. De legalább van egy embere, tehát azért ez is valami, hogy legalább egy embere van, akik minden, akire mindig minden körülmények között számíthat. És ez szerintem itt is megvan. Másik ez ugye ez a gondolat, ugye, hogy ö, az a mesterséget szinte, egy a Robin Williamsnek van egy nagyon jó filmje, biztos lehetettek, nem tudom, hogy 100 ezer éves ember, vagy csak 10 ezer ember? 200. Kodok? Csak 200 éves. 200 éves. Ja, 200 nem, éves. Az elég. Ez a, ez a, ugye az, ami pontosan ugye erről szól, ugye, hogy fokozatosan hogyan lesz fokozatosan. egy háztartási robotból ember, és ugye a végén főleg ugye kimondják ugye a törvényileg, és hogy ő ember, ugye amikor lekapcsolják a gébről, és végül is már ugye meghal. Ugye ott, ott pont ez erről szó, ugye ezen filozofiának nagyon data, sokat... igazi réta az kvázi egy Star Trek film, tehát azt mondhatjuk, hogy egy... Úgyhogy, úgyhogy az, ez jutott eszembe erről kapcsolatban, hogy az ez pont ugye erről, hogy őt fokozatosan cserélnek a szervek, csak ott pozitív irányba, tehát ott nem mesterséges szervek lesznek egyre többek, hanem éppen az, hogy természetes szervei lesz egyre több és több, és az embereknek lesz egyre több mesterséges szerve, amit ugye éppen ő fejleszti, és annak segítségével tudnak élni tovább és tovább. És ott pont a párja mondja azt, ugye, hogy ő miért akar meghalni, és ez, ezzel van, igen, biztos emlékeztek, amikor beszélnek erről, hogy, ugye, hogy kicseréljük, hogy tovább tudja élni, és minden is mondta, hogy ugye az ember, mint olyan, ugye véges határidőre van kitalálva, tehát elfárad abban, tehát nem, nincs olyan, hogy halhatatlan lét hanem az, hogy eljut egy olyan pontra, amikor úgy dönt, hogy igen, most már be akarja fejezni, és ugye ez is egy érdekes gondolat, ugye egy gép számára, hogy ez, ez most tényleg lehetséges, mert a gépnek nincs olyan, hogy véget akar vetni az egésznek, mert nem tud ebbe gondolkozni. Tehát ugye ez is egy ilyen érdekes szál benne, hogy ugye az ember, mint olyan, az, az, az ugye szavatosság ideje van. Alkármennyi mesterséges utca van tele, elfárad a tudata, a pszichéje, minden is, és le akarja tenni a lantot, és ne legyen tovább. És ez is egy ilyen érdekes gondolat. Van még egy sorozat, ahol nem Watson van, hanem Wilson. Ez a Dr. House, ha jól tudom, ez is egy Sherlock Holmes inspiráció. Igen. Csak, csak ott Igen. ugye szintén nagyon erőssége ez a, igen, ez a differenciál diagnózis, csak ott nem látunk bele így a fejébe, tehát nekem azt tetszik a Sherlockban, hogy a BBC is hogy ott kivetítik néha a képeket, tehát ugye látja az ember, hogy éppen most a haját nézi a kezét, mindent, amikor nem is mondja, csak nézeget. Hát a nak mondja. lehet, hogy jobb, Há, szóval jobb is, ha nem az... látunk bele a fejébe. Nem tudom, az csak ugye néz, és akkor ugye gondok, és megmondja a tuti. Tehát egyébként tényleg ugyanolyan zseniális, az ő karakter, és igenis, szintén ilyen ugyanaz mellett ez az ellenpórus, aki, aki egy kicsit a, a földön tartja egy hajszálnyit, hogy ne szálljon el teljesen. Jövő héten The Outrageous Okona, a Galád Okona a magyar cím. Hát erre a hétre Erzsó és Dév voltak a beszélgető társaim, én Csaba voltam, ez az Impulzus Podcast 191. adása volt. Találkozunk ugyanitt, ugyanekkor jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!